Békirály György eleganciájáról, a Beauty Fashion gondoskodik. A műsorvezető ékszereiről a Hermina Happy Handmade gondoskodott. Egyedi kézműves ékszerek szívvel, lélekkel. Köszöntöm nézőinket! Ma olyasmiről beszélgetünk, ami a nők, vagy talán azt is mondhatom, hogy a női szépség szolgálatában áll, és a hölgyek jó barátja évszázadok óta. Már is mondom, hogy mire gondolok, a nő és az ékszer. Vendégeim stílszerűen Hegyesi Katalin ékszer-sztájliszt, nyilván meg fogom kérdezni, hogy mit csinál. Mellette Kudordalma, sikerült kimondanom a nevedet, valamiért ez nekem nagyon nehéz, pénzügyi tanácsadó. Erdőhegyi Brigitta pedig már nem első alkalommal ül a női szemmel, de örülök, hogy itt vagy, Brigi, előadó művész. Az első kérdésem, Kati, stílszerűen a tied. Mit csinál egy ékszer-sztájliszt? Köszönöm kérdésedet, egy ékszer-sztájliszt nagyon sokrét dologgal foglalkozik, többek között a hölgyeket ékszerezi fel, ami azért nagyon érdekes, mert nagyon sok hölgy más színű bőrrel rendelkezik, más színű szemmel rendelkezik, és ezt mind tudomásul kell vennem, és úgy ékszerezni fel a hölgyeket. Tehát magyarul tudomásul kell vennem, hogy milyen színeket adok rá a hölgyekre. Egy-kettő, van olyan, amikor én megcsinálom a különböző színű kövekkel a hölgynek az ékszert a ruhájához. Tehát tervezel is, ha jól értem, ékszereket. És ezek szerint nem mindegy, hogy mondjuk valaki ezüst ékszert, vagy aranyékszert, vagy bizsút, vagy drága követ, vagy... A kérdés nagyon jó, és megköszönöm. Az ékszernél is úgy van, hogy ami rajtam van, ez rozé gold ezüst, de rozé színű. Ami most a ruhádon van? Ez is rozé, meg ez is rozé. Egyébként nagyon szép, köszönöm, és nagyon szépen élik a hajadhoz. Én ugye nem vagyok stylist, de ezt rögtön észrevettem, amikor bejöttél. Direkt történt így a választás. Tehát több színű anyag is van az ezüstbe. Az ezüstbe van ez a rozé színű, van az ezüst színű, és van a harmadik a bicolor színű. Tehát ott is rengeteg a választék, hogy ki tudjam választani, hogy melyik hölgynek melyik való. Tehát nekem se egyszerű. És amit kérdeztél, hogy van ugye az arany, meg van a bizsú. Tehát arany az ugye egy megfelelő típust képvisel, ott nem nagyon lehet stylingolni. A bizsúnál igen, de más és más az ezüst, és más-más a bizsú. Kinek ez, kinek az? Még egy kérdés hozzád, aztán lesz még majd több is a beszélgetés során. Ugye Brigé jazz énekesnő is. Ha így ránézel most az öltözékét, a ruháját, a frizuráját, a stílusát, neki milyen ékszereket ajánlanál a színpadra? Ahhoz látni kéne a ruháját, a fellépő ruháját. Ezt el tudom képzelni, egy kék, egy sötét kék nyaklánccal, egy kis rojtos karkötővel, ami kristályokkal van kirakva, és hozzá egy kristály, egy sötét kék kristályos gyűrű, ami ennek a párja. Brigi, a számodra, ha már most arról beszéltünk, hogy neked ehhez milyen ékszer passzolna, te hogy viszonyulsz? Tehát fontos neked az ékszer? A színpadon például mindig van rajtad? A színpad szerintem alapvetően egy más világ, tehát teljesen másképp közelítem meg a privát megjelenést és a színpadot. Tehát a színpad az... Sőt, még hogyha körül kell választani, hogy nem privát, de mondjuk tévé vagy kamera, az is egy másik történet. A színpad sokkal több mindent igényel és bír el, és ezt tudomásul kell venni. Tehát itt most szolidabb vagy. Természetesen, igen. Egyébként én nem vagyok annyira ékszermániás, tehát hogy biztos, hogy szerintem mondjuk egy tízes csoportból én lennék a végén a sorba, hogy ki az, aki leginkább ékszerorientált. Te lennél a tizedik? De tudod, hogy nem először azt gondolom át. Tehát mindig felöltözöm, és utána gondolom. Tehát nem az ékszerhez öltözöm, de azt gondolom, hogy egy igazi ékszerbolond el tudom képzelni, hogy ő kitalálja, hogy ma ezt teszem föl, és ahhoz veszi fel a ruhát. Máshogy nem így kezdi. Először veszi meg az ékszert, és jön be hozzám, ehhez az ékszerhez milyen ruhát vegyek. Igen, tehát innen tudom, hogy én nem vagyok az, mert nekem az első gondolatom mindig a ruha,
és mikor már minden fenn van, akkor. Te ékszerbolond vagy a Brigi szavával élve? Én igen, Kati? Én maximálisan. Hát másképpen nem ezt választottad volna. Én 25 évet csinálom, és az ékszereim mind Olaszországból jönnek. Egyenként válogatom le, és igen, 25 év alatt ékszerbolond lettem. Őszintén megmondom... Hogy kezdted? Tehát, hogy mi volt a motivációt, hogy neked ezzel kell foglalkozni? Kérlek szépen, 6 éves koromra vezethető vissza ez a sztori. Na. Furcsán fog hangzani, de 6 éves koromban már az Operett Színházba ültem édesapámmal, és nem a dallamokat hallgattam, hanem a díszleteket néztem, a ruhákat néztem, és az ékszereket, és ott hangosan megjegyzéseket tettem, hogy jaj, de szép, meg hogy csillog, meg stb. És bizony rám szóltak, hogy maradjak csöndben, mert nem tudják élvezni az operettet, és engem mindig csak a megjelenés, az estei ruha, az ékszerek az érdekelt. Tehát akkor ez beléd volt kódolva. Belém volt kódolva, igen. És onnan vittem tovább az édesapám vérét, mert ő is ezzel foglalkozott. Apukád mit csinált? Apukám úgy reklámmarketinges volt, rengeteg divatbemutatót csinált, rengeteg színésszel, színésznővel foglalkozott. Hát akkor ebben nőttél fel? Igen, ebben nőttem fel. Na jó, így könnyű. Dalma, azt hiszem, hogy esetedben az, hogy te pénzügyi tanácsadó vagy, az nem azt nem szoroz, mert az ugye nem kell feltétlenül azt jelentse, hogy valaki egy ilyen kőkemény, komor, száraz teremtés, hanem attól te még a nőies dolgokhoz ugyanúgy vonzódhatsz. Természetesen igen. Szeretem a szépeket. Én inkább az a típus vagyok, hogy a kevesebb, az több. És amikor ékszert választok, akkor inkább a visszafogottat. Mert hogy a pénzügyi... Tehát nem a hivalkodó stílusot ilyet. Nem, tehát a pénzügyi szakmához én úgy gondolom, hogy az nem illik, mert az más két külön világ, és a pénzügynél nem az ékszer, hanem inkább a ruha kell, hogy domináljon, és az kell, hogy olyan legyen megjelenésben. Felolvasok nektek néhány jópofa sort, ami nekem úgy megtetszett, mikor ugye ezt a témát választottuk. A következőképpen szól: fülönfüggő karperecek, nyakláncok, a drága kős, a nemes fém zenéltek, s én megszédültem, mert mindent imádok, ahol a csengés elvegyül a fénnyel. Baudelaire az ékszerek című verséből természetesen. Mi a kedvenc ékszeretek? Tehát van-e olyan darab, amire, ha így ezt a kérdést fölteszem, beugrik, hogy nekem az a nyaklánc, nekem az a gyűrű, nekem az a karkötő, Brigi? Te, aki nem vagy ékszerbolond. Igen, de azért nyilván használunk. Látom. Csak tudom, hogy ha van egy ékszerbolond a társaságban, akkor élesen látom a különbséget, hogy mi a különbség közöttünk. Ez most nem pejoratív akar lenni, szerintem, hanem ez kifejezetten. Ez egyszerű tény, megállapítás, úgyhogy szó sincs erről. Tehát ha úgy kérdezed, hogy mi az, amit, melyik, hol szeretem legjobban használni az ékszert, akkor tudom, hogy amit biztos, hogy nem hagyok ki, az a fülbevaló, és utána jön a karkötő, utána jön gyűrés, a nyaklánc van a legkevesebbe, tehát ha így kell sorrendet állítani. Egyébként meg, hogy mit szeretek, nagyon szeretem az apró gyöngyfülbevalót, például az óriásiket. Azt évek óta, tehát én szerintem körülbelül van egy... Még édesanyámtól kaptam egy kis gyöngyfülbevalót, azt szerintem 15 éve Jolly Jokerként. És az ilyen nagyokhoz hogy viszonyulsz ezekhez a nagy fülbevalókhoz? Azt inkább színpadon szoktam, igen. Amikor nincs, például nyakláncot és fülbevalót soha nem veszek fel együtt, nagyon ritkán, vagy fülbevaló, vagy nyaklánc. Egyébként nagyon sok múlik azon, hogy nyár van-e, vagy tél. Nyáron sokkal inkább bizsukat hordok, télen szinte soha nem hordok bizsút, és akkor jönnek azok igen, számomra is inkább a finomabb, diszkrétebb, mert hogy épp elég akkor a ruha, épp az, ha már valamit üzem, vagy valamit kommunikál, akkor már csak kiegészítőnek az ékszert. Kati, mintha akartál volna valamit mondani. Én azt szerettem volna mondani, hogy akkor hozzám bármikor bejöhetsz, mert tele vagyok gyöngyfülbevalókkal. Ez az egyik, a másik, hogy úgy látszik, hogy én lógok ki itt az egész társaságból, aki
csak a nagy ékszereket szereti. Én komolyan mondom, rajtam a kis ékszerek egyszerűen elvesznek, és nem is érzem jól magam, de valószínű, hogy ez habitus kérdése. Igen. Is. Igen, pedig én kicsi vagyok, és mégis a nagy ékszereket viselem mindig, mindenben. Ezt akartam pont mondani, hogy szerintem valahol abban, hogy milyen ékszereket viselünk, hogy ez most mennyire pici, hogy most csak olyan szolid akarok lenni, olyan kis decens akarok lenni. Vagy azt mondom, hogy ide nekem az oroszlánt is, és akkor így fölteszek egy ekkorát. Tehát azért az emberi jelleme benne van az ékszer választásában. Saját magunk lelki világát, hogyne, persze. A tiéd milyen, Kati, amikor ilyen nagy... Én borzasztó jól érzem magam ilyen ékszerekbe, és ez, teljesen átadom magam a pozitív kisugárzásnak. Ez erről szól. Ez tulajdonképpen a nap. Aha. A nap. Tehát én nagyon szeretem ezeket a nagy ékszereket. Egy kicsit hivalkodó is vagyok, de én szeretem. Tehát én tudom így hordani magam. Örülök, hogy te mondtad, mert így pontosan azon gondolkodtam, hogy vannak, akik ugye a nagy ég, most nem pont erre gondolok, mert ez tényleg szép és elegáns, de amikor valaki mind a 10 ujjára föltesz például egy aranygyűrűt, akkor az kifejezetten hivalkodó. Hogy azt úgy hívják, hogy botrány. Én ezt is megengedhetem magamnak, és akkor ezt így, igen, az úgy fura. Az sok. Hát talán az ízlés, mert ez már nem is ékszer kérdése, hanem ízlés kérdése. Az már nagyon sok. Ezért mondom, hogy a jellemed benne van abban, hogy milyen ékszereket viselsz. Hát amilyen ékszerekkel én foglalkozom, az tulajdonképpen a jellememet adja vissza. Tehát maximálisan egyedi ékszereket, egész Magyarországon egyedi ékszereket forgalmazok, és szerintem nagyon szépek, de az én jellememet adják vissza. Vannak kicsik is, de inkább ezek a grandiózus ékszerek, amik jellemzők rám. Uh-huh. Dalma, te, neked melyik a kedvenc ékszered? Hát a fülbevaló az sosem hiányzik a fülemből, meg a nyaklánc leginkább, és utána jöhet a gyűrű karkötő. Tehát... Te melyik típushoz tartozol? A hivalkodóhoz inkább, vagy ahhoz a kis szolid, csendes? Én nem veszem fel a hivalkodót, valószínű a termetem miatt is, hogy magasabb is vagyok. Én inkább a kisebb, szolidabb, hát nem tudom, hogy fejezzem ki magam, hogy inkább a kevesebb a több, és az értékesebb, vagy a drága köveket, amit szeretek. Vannak olyan helyzetek, amikor úgy érzed, hogy nem jelenhetsz meg ékszer nélkül? Hát én úgy gondolom, hogy egy nő az magából, mármint, hogy ő fülbevaló nélkül nem jelenek meg soha. Mindig van fülbevaló a fülemben. Miért olyan fontos ez neked? Nem tudom, valószínű, hogy szüksége így születem. Szükségem van, nem tudom. És próbálom rá beszélni a nagyobbakra, sikertelen. Egyébként nyilván ugye arról beszélgettünk, hogy az ékszer bizonyos szempontból tükrözi a jellemünket, mármint a viselője jellemét, de hát azt a kultúrát is, meg azokat a tradíciókat is, ahonnan az ékszerviselő nőjön. Mert azért, ha végig gondoljuk, akkor most ugye bevillannak, rengeteg filmet látunk, ahol a különböző törzsi népek az orra át van szúrva, tehát náluk az a divat. A tányérajka van, a szájába visel mindenféléket, vagy ami nekem nagyon rémületes volt, fiatalkoromban olvastam, hogy Kína bizonyos részein, biztos ti is találkoztatok vele, a pici láb volt a divat, és ugye elnyomorították a nők lábát, azzal, hogy ilyen mindenféle karperetszerű dolgokat tekertek rá, és ettől ugyan pici lába maradt, na de teljesen deformitást szenvedett a lába is, a bokája is, és ha azt levették, akkor annyi. Tehát, hogy az ékszerviselésben a kultúránk rettenetesen benne van. Ez maximálisan így van, például az olaszoknál is a színek dominálnak, és ha megnézed Magyarországon, amit a legtöbben viselnek, a fehér kristály, a fehér a fehérrel, a sötétkék a szürke dominál, tehát nagyon nehéz úgy diktálni a divatot, hogy színeket hozzak be Magyarországra, mert ami divat kint Olaszországban, a piros, a narancs, a halványzöld, a kék. Ékszerben. A mediterrán ékszerben, de ugyanúgy ruhába is, mert ugye ők ruhához veszik az ékszert. Tehát piros a cipő, piros a ruha, akkor fekete ékszert vesznek fel. Tehát ők ilyen nagyon alternatív ékszer viselik. És mi még idáig nem jutottunk el. Próbálom. Nagyon próbálom.
És nagyon érdekes, hogy ha én megrendelek valamit, behozom Magyarországra, egész másképp mutat itt Magyarországon. Ugyanaz az ékszer, ami Olaszországban remekül mutat egy férfin, mert ugye férfékszerről is beszélhetünk, és a női ékszer is egészen másképp mutat egy mediterrán környezetben, direkt hangsúlyozom a mediterrán, mint Magyarországban. Kati, adtál egy jó gondolatot, ugye azzal kezdtem a beszélgetést, hogy a nő és az ékszer, tehát óhatatlanul kell beszélnünk arról is, hogy a férfi és az ékszer, pláne akkor, amikor ugye a metroszexualitás teret hódított, és rengeteg menedzser, fiatal üzletember szinte ugyanúgy öltözik, ugyanúgy fontos a parfüm, ugyanúgy fontos az ékszer, ugyanúgy fontos a fodrász, mint egy hölgy számára. Tehát ők is viselnek ékszereket, a férfiak, ékszerviselési szokásai milyenek? Köszönöm kérdésedet. A férfiak ékszerviselési szokásai nagyon nehezek. Általában a férfiak órát viselnek, minél nagyobbat, az az ékszer nekik. Pedig rengeteg... Láncot, gyűrűt? Láncot nem nagyon viselnek, inkább divat ékszereket viselnek, mint például a hajós ékszereket viselnek, színeset, vagy egy spárgát kötnek a kezükre, színeset, de... Nagyon ritka az olyan férfi, aki igazán ékszert visel. Tehát az óra, az náluk az igazán az ékszer. Karkötő? Karkötőket azokat hordanak szilikonból és kaucsukból, fekete kaucsuk, fekete szilikon. Most, ami megjelent... Meg ezüst kombináció, nem? Ez, a férfeknél inkább az acél. Acél? Acél, igen, meg a platina. Hát akkor adunk tanácsot. Erről is, hogy akkor ezt hogy kell csinálni. Most az utolsó ékszer kiállításon, ami Olaszországban volt, a pirossal diktálják a férfiaknak a narancssárgát. Piros? Pirossa, fekete öltönyhöz. Az egyébként egy jó összeállítás, és hát ugye jól dinamikus. Kimondom azt a szót, hogy dögös. Igen, igen. Én is D-betűset mondtam, de kifejezetten igen, jó a dögös. Nagyon nehéz átadni Magyarországnak ezt, de én úgy nézem, hogy egyre jobban sikerül ezt átadni a magyaroknak is, és minden jobban diktálom ezt, hogy így kell kinézni, így kell kinézni, így kell kinézni. Egyre jobban szokik le a társadalom arról, hogy fekete, fekete, fekete. Ne szürküljünk be. És a férfiak igenis kezdenek hordani már pirosat, narancssárgát, ugyanolyan cipővel, amilyen a karkötő. És egyre többször látom ezt. Brigi, előfordult veled olyan, hogy mondjuk kitaláltad, hogy a színpadi fellépésedre valamelyik ékszeredet fogod viselni, fölveszed a ruhát, és nincs meg az ékszer? Hát nálam úgy szokott. Vagy nem, mert egy nagyon rendes nő vagy, és ilyen nincs. Nálam úgy van, hogy kitalálom, de pluszba még két szett biztos, hogy be van téve pontosan arra a célra. Hogyha, még cipővel is így vagyok egyébként. Hogyha tényleg bármi történik a cipősarokkal, akkor legyen. Tehát az nagy merészség nekiállni, úgy szerintem egyébként egy fellépésnek, vagy egy csónak, hogy nincsenek ezek a dolgok. De volt már rá precedens, tehát azért képezzel ilyen biztonsági tartalékot, mert már előfordult veled, vagy pedig óvatos vagy, és megelőzött, hogy baj legyen? Most nálam azért aktuális is ez a kérdés, mert ugye bizonyos showimban, ugye nálam az érdekesség talán, ha ezt így lehet mondani, hogy én... A swing műfajon belül, mert én balettoztam is, én ezt így a show nálam nagyon erős volt, tehát nagyon sokáig, és most mai napig is vannak olyan fellépéseim, ahol showt kérnek tőlem, mert tehát nem ez a szokványos felállás van feltétlenül, hogy csak egy zenekarral. Tehát akkor táncolsz, énekelsz, igen, de hogy, tehát ugye nekem a 8 évig volt egy olyan előestem, ahol folyamatosan ott is sót csináltam, a Depeche Mode is a sóimat látta, tehát hogy nálam azáltal, hogy én 3-es koromtól balettoztam, és én úgy lettem énekesnő, hogy én előtte táncoltam. Tehát akkor egy plusz beviszel a dologba. Én mindig showba gondolkodtam. Most természetesen egyébként nagyon szeretem azokat a fellépéseimet, ahol csak zenekarra vagyok, de ezt most azért emeltem ki, azért jön ide az ékszer, mert ezek a show, a show-nak pont az a lényege, hogy a látvány
elemek, azok erősek benne. És ha így gondolkodunk, akkor ugye minden számhoz külön színpadkép, tehát az én műsorém azok a 30-as, 40-es évek világát idézték meg mindig, ahol a látvány alapvetően nagyon erős, és ott bizony rengeteg gyors öltözés volt, tehát van egyébként. És akkor nekem azt is mindig bele kellett kalkulálnom, hogy ha annál a ruhánál az az ékszer van, nekem 2 perc alatt át kell vedlenem egy teljesen más sztoriba, és hát nálam a leginkább mindig az volt, hogy hogyan tudom megszabadítani magam a leggyorsabban, akkor mondjuk belebújok egy olyan gyöngyös ruhába, ahova egyedül nem lehet belebújni, tehát minimum 2 ember kell, hogy rámadja, és tartanak, mert közben beleakadok, tehát hogy nálam ezek a látványelemek, ezeknél a bizonyos sóimnál, amit lehetett tőlem többször látni, itt nagyon-nagyon dominált az ékszer jelenlét is, és ez egy külön szempont volt. Tehát nálam muszáj volt, hogy cipő tartalékba, mert rengetegszer volt olyan helyzet, amikor ez egy megerőltetés, ugye nem feltétlenül nekem a ruháknak is, és a kiegészítőknek is bármikor elszakadhat, bármikor. Tehát ez bele van kalkulálva, hogy ahol a sóim voltak, annak a helyszínén, az teljesen rendszeres volt, hogy másnap hozták a takarító személyzet hozta a színpadról szanaszét hullott ékszereimet, mert hát egy gyors öltözésbe, egy táncba, tehát ott a show az egy más világ, tehát az teljesen más történet, mint amikor, amit imádok egyébként csak zenekarra énekelni, de a show az egy tök más történet. Milyen rendes takarító személyzet, akik nem elrakják, hanem még vissza is adják. Igen, hát ugye az egy állandó helyszín volt. Állandó helyszín volt, és az normális volt, meg akkor, hogy ugye a kesztyűn rajta a strassz, a ruha kiszakadt tőle, tehát hogy ezek így, ez egy fogyóeszköz volt nálam, úgyhogy nálam az a kérdés, hogy van-e, hogy otthon felejtem, nem, nálam minden pluszban még van, mert tudom, hogy ez bőven benne van a pakliban. Tehát akkor neked kell legyen ékszered bőséggel. Igen. Uh-huh. Dalma neked, te csak alkalomra viseled az ékszereket, vagy pedig ugye azt mondtad, hogy azért a decens, a szolid a munkahelyen, de hogy mennyire tartozik hozzá a mindennapjaidhoz az ékszerviselete? Hát igazán hozzátartozik, mert hogy szeretem a színes ruhákat, én is az olaszokhoz hasonlóan öltözködöm, inkább a színeket szeretem, a feketét az teljesen nem. Kiisiktattam az életemből. Teljesen? Teljesen. Csak kék, maximum sötét kék. És inkább, tehát nekem is minden színű fülbevalom van. Nyaklánc ugyanúgy mindenhez van ugyanolyan színű medál. A karkötő meg ilyesmi az nincsen, meg gyűrű. De a fülbevalom meg tehát a nyaklánc. Gyűrű az van rajtad. Hát most igen, most igen. De hogy nincs minden színű gyűrűm még. Nézel Katira, mert lesz, tehát hogy igen, segítünk rajta. Igen. Akartál mondani az előbb valamit, amikor Brigi felsorolta ezt a nagy öltözősót. Igen, kell öltöztetni a tánchoz, mert ugye ott, ahogy volt róla szó, hogy pillanatok alatt kell átöltözniük, tehát ha 2 percük van, az már rövid vagy sok, és már színpadon kell lenniük. Tehát ott a patenzáras fülbe való, ami egy másodperc alatt benn van a fülibe, a patenzáras choker, ami egy másodperc alatt a nyakán van, és fix. Ugye, hogy táncol is hozzá, az lötyök, hogyha olyan láncot kap, ami ez, ilyen láncot ők nem kaphatnak. Másképp kell öltöztetni egészen másképp a táncosokat, mint egy világi, egy utcai hölgyet. Tehát én értettem, hogy miről van szó, azért mosolyogtam. Tehát 2 másodperc alatt kell átváltozni a színpadon egy másik emberbe, mint ami az előző volt, és ott a ruha kell, az ékszer kell egész gyorsan megváltoztatni. Mondtad, hogy nem csak ékszertervező vagy, hanem ékszer stylist is. Tehát ezek szerint a színpadi öltözködésben vagy ékszerviselésben is segítesz. Gyakran kérik ezt tőled? Van erre igény? Igen, hála Istennek van igény, és nagyon sok helyen megfordulok, és találtunk is egy közös pontot, mert ugye fotózunk is nagyon sokat, nagyon sok hölgyet fotózunk, van egy közös ismerősünk, és ott is fotostúdiókban is nagyon sokszor hívnak, és megfordulok. És hát azért is tudtam referálni erről a táncos, balettos dologról, mert tényleg így működik a dolog, hogy mindenhol mindenkit másképp kell ékszerezni, nem mindegy, hogy hogyan.
Hogy állunk a gyémánttal, ami hát nyilván egyfajta státuszszimbólum, és ugye nyilván nem engedheti meg mindenki magának. Nagyon érdekes, én most Coelhónak olvasom az egyik könyvét, és pont ebben van egy ilyen nagyon-nagyon szomorú részlet, ami arról szól, hogy hát mennyi vér fűződik a gyémánthoz, és hogy azokban az országokban, azokban az afrikai országokban, ahol abszolút instabil politikai berendezkedés van, leírja rendkívül szemléletesen, hogy megjelenik a gyémántkereskedő baromi elegánsan, kiszáll a repülőgépből, megnézi, hogy mi van a kis zacskóban, amit onnan 200 km mélyről felhoztak, és akkor utána átveszi, ha úgy ítéli meg, hogy a minősége megfelelő, majd kipakolja, nem értek a fegyverekhez, a legmodernebb puskákat, géppisztolyokat, mert hogy akkor ez lesz az ára. Szóval azért ez így elég szörnyű történet. Hát ebben a témában nem menjünk bele, mert ez valóban így van, és az a szörnyű, az egészben gyerekeket dolgoztatnak. Akkor te is azok közé tartozol, akik nem azt mondják, hogy hurrá, hurrá. Én azt akarod mondani, azt a filmet. Volt egy ilyen film, hogy Véres Gyémánt a Leonardo DiCaprio, Igen. Tehát én megmondom őszintén, hogy lehet, hogy ez egy rossz dolog, bennem van a verzió a gyémánttal szemben. Mondod nekem, aki egyáltalán nem gyémánt, csak kíváncsi vagyok, ha én most ezt a gyémánt témát felvetettem, most képzeld, hogy akkor ti erről mit gondoltok. Most képzeld, hogy egyszer bolond egyetért, akkor nem ékszer bolond. Az meg pláne. Ez vértapad és égbér, és a bányákban meg úgy dolgoztatják őket, hogy minden gyerek mellett egy felül... Borzasztó. Ott áll egy felülvizsgáló, és akkor elmennek, akkor átvizsgálják őket Tövírőhegyire, mert van, amikor lenyelik. Hogy nehogy kijusson a bányából bármi. Persze. Szóval ez a gyémánt történet. Én értem, hogy az a neve, hogy a gyémánt a tisztasági jelképe. Okay. Miközben ez egy módosult széndarab. Tehát ha most szén. Azt nézed, hogy mi az, egy darab szén. Egy darab szén, amit megcsiszolnak. Hát sok ilyen dolog van, amiben, hogyha megkapargatjuk azt a csillogó felszínt, akkor olyan mélységei vannak, hogy... És az a borzaszt, hogy ez nem vicc, ez tényleg ez történelem, és így csinálják, és tényleg kiszáll abból a repülőből, és átadja a kemény eurókat, vagy dollárt, vagy nem tudom, és vértapad hozzá, kemény. De mondom, hogy itt az se, mert pénzforgalom ebben, amit most én olvasok, ebben a történetben nincsen, hanem a gyémántért adom a fegyvert. Te meg majd nagyon lövöd, akit hagyom kell. Igen. Ennyi. Én az ékszer szakmáról beszélt. Én is csak bocsánat, hogy elkalandoztam egy kicsit. Szóval akkor gyémántot ne keressenek nálad. Nálam a szép ékszereket keresik, a gyémánt is gyönyörű, de nem tartozok a gyémánt kereskedők csoportjához. Az egy más fogalom. Uh-huh. Dalma, te még gyémánt ügyben nem fejtetted ki a véleményedet? Hát én, mivel szép ékszereket szeretem, hát sajnos lehet, hogy benne, igen, ennyire nem gondoltam mélyen bele, hogy tényleg vér is tapad azokhoz a dolgokhoz. De az üzletben, ahol én esetleg megveszem, ott biztos, hogy már nem tapad vér. Van gyémánt ékszered ezek szerint? Brill. Aha. Brill fülbevalóm van, igen. De nem gyémánt, és nem az a egy karátos, vagy nem tudom hány karátos gyémántokról, amikhez valóban, hát biztos kemény munka. Nem a Katalin hercegnőnek a Nem, valószínű. Nem. Az egyik legnagyobb ugye a Kohinór gyémánt egyébként, ha már itt a gyémántról beszélgetünk. Ugye benne van a nevében, hogy Kohinór. És azt ott is végig harcoltak, ölték egymást érte, és el van átkozva, és azt hiszem, hogy... Hogy akinél van, mindig el van átkozva. Igen, és hogy nem is szállhat férfiról férfira. Pontosan. Hanem csak, nem is tudom, hogy melyik király feleségének a koronájába tették be ezt a kohinort most az utolsót. Na mindegy, hagyjuk akkor. De visszatérve hozzá, a színeket is meghatározza. Van rózsaszín gyémánt, van hófehér. Van sárga. Attól értékesebb lesz, hogy milyen persze, színe van? Természetesen. A legfehérebb gyémánt az a legdrágább. Uh-huh. És onnantól le lett osztva, hogy milyen, melyik milyen színű, és az szerint ugye
szín szerint, karát szerint, és nem akarok belemenni a gyémánt, mert ez egy külön óra. Jó, nem nyitunk gyémánt kereskedést, abban biztos vagyok. Én meg biztos vagyok, nem tudnék, tudnék róla mesélni, de ez egy külön óra. Énekelni, ami a gyémántot dicsőíti. Nem, mert hogy tudom, hogy vannak ugye ilyen nagy slágerek a világban, hogy a gyémánt a nő legjobb barátja, hát ez elég szomorú, hogyha róla nőről is sok mindent elárul, akinek a gyémánt a legjobb barátja. Meg hát vannak ilyen nagy szimbolikus dalok, amik erről szólnak, és hát én biztos nem fogok ilyen dalt énekelni, mert hogy ennek is van egy üzenete, persze. Nyilván ez egy még lehet sokféleképpen közelíteni. Igen, ez éppen olyan, mint ahogy valaki örömmel viseli a krokodilbőrtáskát, meg a krokodilbőrövet például. Tehát, hogy ezekhez én nagyon könnyen egyenlős, hajlandó vagyok, vagy hajlamos vagyok egyenlőséggel. Szeretnék még oda visszacsatolni Brigihez, mert ő mondta ezeket, hogy miket táncol, miket énekel. Most újból szeretném divatba hozni, hangsúlyozom, a retro ékszereket. Ugye a hippi korszak, stb. És most újból divatba jön minden, ami retro. Minden, ami retro kaja, retro tévé, retro bútor, és jönnek a retro ékszerek is. Nehéz már újat kitalálni. Ugyanazok fordulnak meg, csak más anyagból. Úgyhogy nálam is meg fognak kérni a retro ékszerek, ami nagyon érdekes, és férfiaknak is. Mikor akarod ezt elindítani, ezt a retro korszakot? Már útban van. Útban van? Úton van inkább. Már úton van, igen. Uh-huh. Hogy viszonyulsz a bizsúhoz? Ugye beszéltünk itt az ezüstről, aranyról, gyémántról, akkor most jöjjön a bizsú. Nézd, a bizsúhoz nehéz kérdés. Vannak nagyon jó minőségű bizsúk, amire ránéz az ember, és azt mondja, hogy jé, de szép, jé, de érdekes, én is megállok előtte, és ude felvenném. Milyen jó fazonja van, de visszacsattolok, hogy nem veszem meg, mert két napja van, két hete van, három hete van, esetleg kiütést okoz, mert nikkel tartalmaz, nem. És itt elnézést kérek mindenkitől, aki bizsút forgalmaz, tehát én a tiszta ezüstékszert szeretem hordani, mert abba biztos vagyok. Gyönyörű bizsú ékszerek vannak, tehát ott tényleg megjelenek a színek. Na de a bizsúval is az van, hogy tavasz, nyár, ősztél, és aztán kuka. Dalma? Hát én nikkel érzékeny vagyok, és... Hát akkor neked annyi a bizsú. Én nem használom, vagy nem hordok egyáltalán bizsút, mert próbálkoztam, de tehát nem éreztem jól magamat, meg mindenféle kiütések jelentek, meg sőt, órát sem bírok hordani, mert a fém szíjak miatt... Hát csak a nemes fémet tudod viselni. Hát csak az értékes fémeket, igen. Brigi? Én nagyon szeretem nyáron, mert ugye beszéltem arról, hogy nálam nagyon sokat szerint, hogy milyen évszakban vagyunk, uh-huh. mert teljesen más... Más típusú, tehát nyilván az öltözék markánsan megváltozik, és mivel nálam az az első, és utána csak kiegészítő az ékszer, és nem a fő profil, ezért teljesen másképpen szoktam kiegészítőket is használni, és én például nagyon szeretem a fa. Ami érdekes, hogy azt látom, hogy most megint, tehát hogy változó, hogy éppen milyen trendek vannak, de mert hogy nyáron a természetes anyagokat a nagy melegbe másképp viszonyunk, a bőrünk ahhoz, hogy mit hordunk, és én szeretem az ilyen nagyon természetes anyagú dolgokat, meg sokkal több, kevesebb a ruha, több mindent elbír, szerintem így az, hogy több, tehát hogy olyan fa karkötők esetleg, amit egészen biztos, hogy nem vennék fel télen vagy össze. Úgyhogy tehát akkor évszakfüggő is az ékszerviselet. De szerintem, mert ez alapvetően jellemző is. Igen. Persze, tehát ehhez a lélegzéshez nyilván a fa meg a textil ékszerek is hozzátartoznak. Ezekhez te hogy viszonyulsz, Kati? Úgy viszonyulok, hogy maximálisan igazat mondtál, jót mondtál, mert az ezüstöt is ötvözik a fával. Nagyon érdekesen, és rengeteg ilyen ékszerem volt, hogy ezüst és fa, akár kolijébe, akár gyűrűbe, gyönyörűek. Ében fától kezdve sorolhatnám, és nagyon jól állnak, tehát nagyon tetszőlegesen. És azt szerettem volna kérdezni, hogy hippi korszakot megérted?
Egyébként nagyon érdekes, mert hogy igen, tehát mikor mondtad, hogy hippikorszak, vannak olyan nyári szettjeim, kollekcióim, amik erősen hozzák ezeket az elemeket, és ott jellemző is. Igen, ez. Pontosan a fa, igen. A virág, ugye ez a tipikus hippikorszak volt, és erősen jellemzi, most megint ugye jött a retro korszak, jön vissza az nemesfémbe is, az ezüst és a fa, az arany, a platina és a fa kombinációja. Tehát általában az ébenfát szokták használni, ugye ez a korom fekete fa, nagyon szépen mutat az ezüsttel, én is hozok. Mi a kedvenc motívumod? Hát nekem ami szép. Mert ugye az ókori római ékszerekben láttuk a császár portréját, meg a vadászokat, meg az állatokat, meg az isteneket. Na, mit látunk nálad? Én inkább pillangos vagyok, meg pillangos szíves. Vagy? Igen, nagyon szeretem a szíveket. Mert az olaszok nagyon sokféle szívet, szívformát csinálnak, különböző alapanyagokkal bevonva. Van olyan szívforma medál is, ami mázas, narancsárga, zöld, kék, piros, gyönyörűen megcsinálva. És honnan van neked ez az olasz vonzalmat, Kati? Hát, bocsánat, de az olasz a stílussal egyenlő, és aki szereti az ékszert, azt gondolom, hogy ezért is mondom. Nem, én arra gondoltam, hogy valami rokonság, ja, nem, vagy valami én, kapcsolat. Én szerintem vagy... ezért nem, mert hogy az csak olasz... Csak 25 évvel ezelőtt mentem ki először Olaszországba, Arezzo városa, Toszkána, ahol a gyárváros van. Uh-huh. És 25 éve maradtam ott, és a lelkem, a szívem, a minden. És arra soha nem gondoltál, hogy... Kimész és ott maradsz? Gondolni gondoltam, de van egy lányom, aki 32 éves, és nem hagynám itt szívesen. Úgyhogy egy évben négyszer van ékszerkiállítás Toszkánában, mindig ott vagyok. És akkor mindig egy hetet, ugye 3 nap az ékszerkiállítás, ledolgozom, és utána 4 napot az olaszaimmal ott vagyok. Fantasztikus érzés, a Chianti inni este, vagy a kávét inni. De azért mászkálsz Toszkánában, feltételezem, hogy nem csak az ékszerkiállításon beszélek, vagy. És az már 20% diszkont nálam, úgyhogy is roppantul szeretek. Aha, ez nagyon klassz. Szerintem, ha stílusról beszélgettünk, legyen az autók, legyen az zene, ruhák, az Olaszországot nem lehet kikerülni, ha stílust érintjük, mert az annyira márkánsan ott van. Találkoztam én már olyan emberrel, aki kint volt Olaszországban, Velencébe, és azt mondta, hogy ez neki nem jött be. Velencére mondta azt, hogy mi ez a büdös, mi ez a sok víz. Mondta, akkor ne ide gyere, hanem menj Németországba. Fantasztikus gyönyörűség. És az emberek is olyanok. És ez vagy szereti, vagy nem. Én maximálisan azonosultam velük, tehát. Hát Velence egy külön kategória. Cölöpökre épített házaival, az egy, meg kastélyaival, meg palotáival, az egy másik világ, az egy borzasztó. És én nagyon örülök, hogy erre vetett a sors, hogy az olaszoktól tudok ékszert hozni, tehát én már ott tartok, hogy nem tudok lemondani róla. Gondolom, ők diktálják leginkább a divatot. Az egész világon azt mondod, hogy az ékszer divatot az olaszok diktálják? Igen, az összes többi csak copyright, de... Viszont az egész világon a divatot is. Divatot és a cipőt, Milánóban. És ezért van az, amit mondtál, hogy az olasz férfiak benne van a létezésükbe az köszönöm ékszer. Köszönöm szépen. A létükben emlékszem, benne van. Hogy mindig, amikor kinézek a függöny mögül, és megnézem, hogy milyen közönség van, messziről. Nagyon sokat énekeltem külföldieknek, szerintem többet, mint magyaroknak. És te is voltál sokat Olaszországban? Voltam. Hogy akkor tudod, miről lelkesedsz érte te is. De nem kell ehhez kimenni, tehát pont most akartam mondani pont, hogy kinéztem mindig, és vagy amikor kinézek, de annyira lehetett tudni, amikor olasz közönségnek énekelek. Tehát ez messziről. De úgyhogy meg se szólal. Nem, hát egyszerűen úgy fel vannak öltözve, főleg a férfiaknál. Ez nagyon nagy a különbség, mert nyilván más nemzeteknél több nő az, aki kötődik a stílushoz. Maximális. Viszont a férfiaknál ez jobban kijön. Mi annyira más, mondnál meg nekem egy olasz egy férfi öltözködésében? Hogy ők bennük van a stílus. Tehát a szemüveg. Tehát ők szemüveg nélkül sehova nem mennek el. Fekete, kerete, szemüveg, az olasz. De hogy szerintem a stílus az a nekik stílus benne is, van persze. A zsigereikben. Tehát ez a színházba sem mennek el. Napszemüveg az a fején van, a rendes szemüveg az az órán van. De amit Brig is mondta, ez a stílus
El lehet ezt valahogy mondani? Szerintem én azt mondom, hogy ő maga a stílus. Tehát Olaszország az maga az olasz létezésben benne van a stílus, és az olasz férfiben is van. És ezért van az, hogy szerintem nem, tehát hogy mindenki maga érzi azt, hogy neki valami, még akkor is, hogyha nem központi kérdés az ékszer vagy a ruha az életébe, hogy mi az, amit ő tud viselni az olasz férfiakra és az olaszokra jellemző, hogy ők ezeket tudják viselni. És nem is kell fölvenni feltétlenül másnak azt, mert ő neki nem állna jól, ő ezt nem is tudja viselni. Más az alkatuk is, más az egész ember. Találkoztam én már 70 éves férfi úriemberrel, olasz úriemberrel, szürke nadrág, szürke felső, narancssárga zsinór a kezén, ugyanolyan színű keretes szemüveg, és ugyanolyan színű óra, és az iPhone-ját is úgy vette meg, bocsánat, hogy a tok is narancssárga volt. Tehát hogy harmonizáljon minden. Maximál 70 éves korába. Úgyhogy ők így. És nem a világmárkás öltönyöket hordják, hogy élére vassalva, abszolút a dizájnra. És ugye szürke zakó, szürke öltöny, piros cipő, narancssárga cipő, ahhoz az ékszer, ahhoz az óra, ugyanolyan színű. Tehát ők ezek a mediterrán dolgokat borzasztóan tudják egybehangolni és viselni. Tehát azt akarjátok sugallni, édeseim, hogy a magyar férfiaknak is ezt a harmóniát figyelembe kellene venni, és hogy minden összeválasztani. Tehát tudod, aki, hát aki nem tudod. Olyan, igen, de hogy nem is venni jól ki magát. Tehát, nem tudja viselni. Azért merem ezt ennyire mondani, mert hogy akár csak a Sophie Loren fiának esküvén, amikor énekeltem, ahol ott volt a Giorgio Armani, tehát hogy azért én annyiszor láttam és tapasztaltam azt meg, hogy a nemzetek között mennyire, már nem is beszélek velük, csak ránézek, és tudom, hogy két melyik olaszos nemzet. Van a csapatban. De más, sok angolnak vagy amerikainak is énekeltem, és tényleg nagyon-nagyon lehet látni, anélkül, hogy egy szót beszélnénk bárkivel, és az olaszokra ezt nem lehet elvenni. Ez az ő, a világban elfoglalt helyük, az ő üzenetük, az a stílus. Ezt próbáltam kifejteni valamit, igen, csak igen. Ez. Na, hogy... szóval akkor az olaszokat most már halálra dicsértük, már ami az ékszert hát meg hát a divatot illeti. De... Persze. A klasszikus ékszerekről, ugye, amit szóba kerülhet, hogy karkötő, gyűrű, fülbevaló medál, lánc beszéltünk, de hát azért az ékszerviselet is korosztályfüggő is. És ha most én azt mondom neked, Kati, tudom, hogy ezzel nem foglalkozol, de mondom, mert hogy nézzétek meg a fiatalokat, hogy piercing. Egy szóval a tudom, jellemezni nálam a piercing katasztrófa, tehát. Hát igen. Az is egy... sugallat. De van olyan kultúra, ahol hogyne, ez... Hogyne, persze. Hát valahonnan származik nyilván. Amit említettél is, ugye, onnan származik. Én elkezdtem foglalkozni titán piercingekkel, ugye szemöldök, nyelv, fültágító, nekem nem ment. Tehát én nem tudtam átadni ennek az üzenetét, én abba is hagytam. Uh-huh. Persze, mert az ember csak olyannal tud foglalkozni, amiben hisz és ami vonza nem azt... Ez már talán a tetoválás kategória, igen, nem? Hogy van, akinek a tetoválás az teljesen működik, a kettő és aki meg teljesen van, mert a tetováló, aki tetováló szalomba dolgozik, ott a piercing is, a fültágító is. Igen. Dalma? Hát az én véleményem ezeket nincs. Hadd lesz. Vagy nem tudok róla. Sose lesz szerintem. Igazán igen. Azt mondják, hogy a tetoválás is, meg ezek a piercingek, amikor valaki el van nyomva otthon, és szeretne valamivel kitűnni a többi társai közül, vagy szeretné a figyelmet úgy magára hívni, hogy leginkább azok csináltatnak. Hát nem tudom. Én hál' Istennek... Nem volt szükségem, nem. Szokott mondani. Egy dologról nem beszéltünk, igen. Ami még ékszer, csak nyári. Na. Bokalánc. Mondjuk én szeretem a bokalánc. Én is nagyon szeretem a bokalánc. Ez a telepátia, mert esküszöm neked, hogy a bokalánc. Én az egy dologról szeretem. Nem beszéltünk, akartam mondani, hogy bokalánc. Bokalánc. Nagyon szép tud lenni nyáron, lesült bőrön. Az nem tartott korfüggőnek, Kati? Abszolút. Tehát mondjuk akkor másképp kérdezem. Egy nő hány éves koráig viselhet bokaláncot? A kérdés az nagyon jó.
Nem tudok rá válaszolni, vagy nem szeretnék rá válaszolni. Akkor inkább nem szeretném. Tehát, hogy ameddig ő úgy érzi, hogy ez neki jól áll. Nézd, az én belső habitusom az megállt 30 évesnél. Meg, hát, ezt megmondom neked őszintén, nem annyi vagyok. A mai napig viselem hát, a bokalánt. Hát, ha lányod 30 éves, akkor te biztos, hogy nem 30, vagy ez nem 32 éves. A habitus lenni. Belső igen. Kisugárzás az, ami számít, a mai napig viselek bokaláncot, ami jól áll, nagyon édes, színeset, bogyósat, epreset, narancssárgát, citromosat, biztos ismered ezt, hippi stílus, és a fürdőruha színeivel nagyon jól áll bokalánc. Úgyhogy én csak ajánlani tudom azoknak, akinek jól áll. Tehát akkor azt mondod, hogy ez nem életkorfüggő, hanem inkább stílus és az én belső megérzésem. Pontosan. Hogy én mit gondolok, hogy neked, Brigi? Van bokaláncod? Nekem van. Én egyébként csizmás vagyok, tehát nálam nincs nagy átmenet. Uh-huh. Tavasszal lekerül csizma, és már jön a szandál és a papucs, tehát uh-huh. nálam nincs nagy átmenet. És abban a példában, hogy már olyan lábbeliket hordok, hogy nem fel tudom venni, mert nem dörzsöli ki, és nyilván uh-huh. csizmával nem lehet, akkor az az első, hogy, uh-huh. hogy én szeretem. De mindezt úgy, hogy én egyébként nem vagyok ékszerbolond, uh-huh. és nincs rajtam soha túl sok ékszer. Tehát inkább kevesebb van, mint több, és még így is nagyon szeretem. Azért a bokalánc az azért úgy a szexi kategória, a nem? A szexi kategória, ugye? Igen. Tehát azért más, mint egy konzervatív lánc, vagy egy fülbevaló, ahhoz képest konzervatív is. Egy szexi dolog, persze, mert felkelti a lábra a figyelmet, egy kis csinos. Igen. Tehát akinek jó lába van, az viseljen bokaláncot? Így van. Legalább ennyit azért és tegyük ápolt. Hozzá. És ápolt. Az fontos. Igen. És szépen ki van pedikűrözve. Igen. Mert akkor arra jó ránézni. Uh-huh. De még van egy ékszer, amiről nem beszéltünk. Na, segíts, súgj! A deréklánc. Az is tipikusan olasz. Uh-huh. Itt megint előjön belőlem az ékszer stylist, fekete kis pántos. És arra egy Swarovski kristállyal kirakott deréklánc, oldalt megkötve, gyönyörű tud lenni. És talán már a deréklánc az a kategória, ami nagyon ruhához kötött. Ruhához, ugye? Maximálisan. Tehát, hogy az nem közvetlenül a testen nem. van, hanem az... Az inkább az alkalmi része a dolgoknak. Úgyhogy ilyeneket is hoztam. Mármint tehát... mondjuk egy brosz, ami szintén a ruhához bocsánat, a brosz. Arról se beszéltünk, igen. Nagyon sok szép brosz van. Megint visszatérek ahhoz, hogy 19. század. Nem ritkább, Kati, de ritkább, de nagyon keresik a brost. Most már megint a gyöngyel díszített brost. Azokat a brosokat is keresik nálam, a hattyúforma, a szecesszió. Uh-huh. Ha már itt tartunk, bocsánat, hogy közállok, ami mi már egyáltalán nem, tehát ugye az én generációm ezzel már egyáltalán nem találkozott, de mivel én érintve vagyok, mert hogy az én zenei műfajom az a jazz, és ugye mivel a showimba a látvány is ott van, nekem nagyon sok fejdíszem van a műsorokban, ahol konkrétan abszolút, tehát ez a teljesen, amintha nem lenne, tehát hogy ugye nekem nehéz, mert nagyon sok hajam van, de ez a konkrét fejdísz. Az indiai fashion? Indiai fashion? Nem, hát ez az abszolút amerikai 20-as, 30-as évek, ahol ki van díszítve a fejdísz, tehát hogy a kalap, olyan, mint egy kalap, kalap lenne, de rá van a... De így tényleg csak ilyen nagyon autentikus helye. Tehát filmekbe, hát vagy showba lehet látni. Fel akárhová, tehát ez ide a műsorban nem jöhettél volna. Nem, de ez csak show, ezek show elemek. Ezek show elemek. És itt még egy ellenben jön a tiara a showhoz. Na most, bocsánat, de én nem tudom, hogy mi. Fejdísz, a kis korona. Fejdísz. A hordom, csak igen. Nem tudom, hogy így hívják. Igen. Most már tudod. Igen. És még valamiről nem beszéltünk, a lábújgyűrűről. Hát itt megint a fiatalok viselete? Abszolút? Igen. Uh-huh. Én úgy érzem, hogy igen, meg akinek szép a lába, szépen ki van pedig ürözve. Én úgy érzem, hogy ez már múlté, ez a lábújgyűrű sztori. Nincs, azt mondod, nincs már? Nem annyira. Uh-huh. Inkább a bokalánc, ami szép és kecsessé teszi a lábat. Megmondom, hogy mire a lábújgyűrűt mindig elvesztik. És nem nagyon, azért inkább hagyják, és a bokalánc az szép. Vagy bocsánat, de talán van egy olyan érzés az embernek, hogy azért a higiéniával. Uh-huh.
Szóval, hogy a lábujjamra föltenni, az úgy feltételezi, hogy igen. Nem tudom, hogy nem olyan természetes dolog. Talán a higiénia miatt. Uh-huh. Nekem nincsen, tehát nem, mert én a lábugyűrűhöz nem tudok hozzászólni. Igen. Én ezt csak felvetettem, de tényleg. Csak papucsba lehet gondolom, talán. Vagy szandálba. Egy zárcipőben sok értelme nincsen, mert azon túl, hogy kényelmetlen. Papucs, tehát az a tengeri divat. Uh-huh. Ott is a színes zománc, a kék, a tenger, a kék-fehér. De egy lakatlan szigeten. Egy lakatlan szigeten. Ott nem kell semmi. A homokban. És még egyről nem beszéltünk, a kolliéről. A nagy, széles kollié. Uh-huh. Nyaklánc helyett, ha az ember bálba megy, akkor emberlánya bálba megy, kolliét vesz fel. Én ezt se tudom, ez egy nyakdísz? Ezt én sem tudtam, nem, hogy így hívják. Nem tudom, hogy a kollié. Amilyen széles, az azt hívják kolliének, és ki van rakva ekkora kövekkel, azt hívják kolliének. Hát a báli szezonban akkor. Azt akartam, de Anna bálon, nem kis vékony nyakláncok vannak, széles nagy kövek, gyönyörűen kirakva, az a kollié. Na most az időnk az nagyon fogy, nagyon sok mindent elmondtunk az ékszerekről. Azt gondolom valami olyasmivel azért lehet zárni ezt a mi kis beszélgetésünket, hogy nem csak a hölgyeknek, de hogy az uraknak is fontos. Tehát, hogy ez valami olyasmi az ékszer, ami úgy végigkíséri az egész életünket, a különböző szituációkat, a hétköznapokat, az ünnepnapokat, a adott esetben egy beszélgetést, aki a színpadon van, annak a színpadot, szóval mi az ékszer? Megfogalmazzuk a végén, Kati? Természetesen. Az ékszer az egy meghatározó olyan tárgy, elnézést, hogy letárgyazom az ékszer, ami a kisugárzását mutatja az akkori szituációnak, amit mondtál, hogy ha egy temetés van, más ékszert veszel, esetleg egy fekete korál díszt veszel fel, ugye színbe is. Ha nyáron elmész a tengerpartra, ott is más ékszert veszel fel szín szerint. Tehát egy külső sugallat, hogy én milyen vagyok, milyen szeretnék lenni, és hogy érzem magam. Tehát inkább az a feeling. Itt megint visszatérek arra, hogy az érzés, meg a belső kisugárzás, és olyan ékszereket hordok mindig, ahogy érzem magam. Én nem hordok fekete ékszert. Tehát soha. Akkor kell az ékszer. Ebben azért megállapodhatunk, hogy kell nekünk. Én azt gondolom, hogy mindenkinek mást jelent. Tehát én nekem teljesen más jelent szerintem, mint... Tehát, hogy én kifejezetten az a típusú nő vagyok, aki nem érzékeny erre a dologra, de mégis egy nagyon jó példa, hogy én, aki nem vagyok érzékeny, mégis van rajtam egy gyűrű. De azért mégis úgy védted itt az olaszokat, hogy az elképesztő, tehát nem mondanám, hogy te nem vagy érzékeny. Nem, mert színpadon tele van. Igen, tehát hogy olyan szempontból jól meg lehet fogni, hogy mit is jelent az ékszer, hogy egy olyan ember, akinek alapvetően tényleg nem központi kérdés. Tehát én bevallom, és mégis mennyit tud beszélni az ékszerről. Hogy miről fogunk beszélni az ékszerről ennyi percen keresztül, úristen. Szóval még egy ilyen nőnek is az életében alapvetően ott van. Mondjuk a színpadi létet én külön választom, mert az a külsőségről is szól sokkal markánsabban. Tehát azt én azért nem is tudom összehasonlítani, de a civil létezésemben is azért van egy kis fülbe, való fülemben van egy kis gyűrű, tehát hogy egy szerintem a nőiességnek egyfajta kifejeződése. A férfiakban vele a meg egy eszköz, hogy kimutassák a szeretetüket akkor egyébként, mert hogy ezt észre lehet tenni. A férfiaknál meg a markánságot lehet kihangsúlyozni egy férfi ékszernél. Na most ez volt a végszó, most már nem engedem, hogy új mondatokba belekezdjetek, mert hogy kifutottunk az időből. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és elmondtátok a véleményeteket. Azt hiszem, hogy viseljük az ékszereket, és szeressük, találkozunk egy hét múlva. Köszönöm, ha velünk tartottak, viszontlátásra. Békirágy György eleganciájáról a Beauty Fashion gondoskodik. A műsorvezető ékszereiről a Hermina Happy Handmade gondoskodott. Egyedi kézműves ékszerek szívvel, lélekkel.